Sziasztok, fiúk és lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogy kell jól kitakarítani a glow készüléket, mert amit kaptok hozzá, az a kis fém takarító, az egyáltalán semmit nem ér. Ez a készülék egy hete volt takarítva, mert voltunk most lent a Balatonon is, ott nem takarítottam. Tudtok venni a dohányboltba az IQOS-hoz való ilyen takarítót, ez 200 forintba kerül, és mindjárt megmondom nektek, hogy hány darab van benne. Pillanat. Hát betáltok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darabot, és mind a 10-nek ugye két oldala van. Ez nagyon egyszerű, csak megfogjátok és egyet letörtök. Itt középen meg kell törni, akkor jön le. És ez egy ilyen alkoholos takarító. És nem tudom, hogy mennyi, hát nem kosz, hanem mennyi ilyen dohány égés fog belőle kiszedni. Mind a két oldalt kinyitom. Először is itt alul berúgjátok. Szépen megcsavargatjátok, és ez ilyen jön ki belőle, szóval azért látjátok, hogy eléggé kihozzalkozta. A másik takarító az egyáltalán az semmit nem ér, szóval ezt ajánlom nektek takarítani, nekem ez bevált, ez nagyon jó, mutatom a másikat is, ez már kicsit tisztább azért, de az első azért az elég fekete. Körülbelül egy takarításnál szerintem kettőt nyugodtan elhasználhatok, mind a két oldalra berúgjátok, és szerintem úgy azért ki lehet takarítani rendesen. Most ugyanezt megcsináljátok felülről is, tehát most ugyanazt csak felülről dugjátok, de szépen körkörös mozdulatokkal az egészet jó alaposan áttakarítjátok. Itt az alján szokott leülni a kosz igazából. És utána teljesen más íz lesz a ciginek, tényleg. Tehát, ha nem takarítjátok, akkor egy idő után olyan kesernyés íz lesz, annyira begyűlik belőle a szemét. Tehát most is ilyen, a másik oldalról ilyen dzsúvát szedtem ki belőle. Ezt ha megcsináljátok ilyen két naponta, akkor szerintem sokkal jobb lesz az íze is. És akkor a másokat is még be lehet kicsit dugni, átforgatni. Hát igazából ennyi, ez csak egy ilyen kis ötlet volt, hogy kell takarítani, ilyenkor kicsit hagyhatjátok mind a két oldalt nyitva, egy kicsit száradjon, és utána lehet is használni. Remélem, hogy hasznos volt, hogy tetszett ez a kis videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. További szép napot kívánok, sziasztok!